Sziasztok! Itt is lennék egy újabb Total War Roma 2 online csatával. Ez a 8. azt hiszem. Arvernus vs. Seleukida. Én játszom a Seleukidákkal. Szintén egy ilyen olyan csata, amiben végtelen pénz és a legjobb egységekből hozzuk a legjobbakat. Ugyebár? Én vagyok a Seleukidákkal. Csak most nem használtam katapultot, hanem az ellenség használ 4-et. Wow. Az úgy komoly. Ez a csata mindössze... és... 34 perces. Na hát okés. Van az ellenségnek 1, 2, 3, 4, 5, 6... 7, 8, 9, 10, 11 Oathsworn. Van 4... nehéz kelt a katapult. Onager és még... és jaj, 12 Oathsworn, mert a hadvezér is Oathsworn. És ha gondolom, még van 4 IS egység, ha jól láttam, mikor elindítottam a visszajátszást. Nekem pedig van 2, 4, 6 Hellenic katafraktom. Van 2 ezüst pajzsú, ezüst pajzsú kartforgatóm, plusz 2 Royal Pelt, azt a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 és 10 ezüst pajzsú pikás. Na hát akkor jöhet is a gyorsítás, mert ez a csata mindössze több mint fél óra, szóval nagyon sokat fogunk szarakodni egymással, mivel nem hoztam katapultot, de ő hozott katapultot, ezért itt én nagyon ki kell játszom a dolgokat, és nem akarok veszíteni, ezért nagyon kell taktikozzak. Mert ha nem, akkor ugyanúgy halomra lőnek, mint ha jól emlékszem az előzőben, mikor én Kümérával voltam, ő pedig Rómaival. És már is elkezdett lőni a nehéz katapultja, ami jó nagy sebzéseket visz be a csapataimnak. Ja. Megpróbálom itt kicselezni a katapultjait, kifárasztani, vagy kifogyanak a lőszerből, de rengeteg egységet veszítek. Próbálom így széthúzni őket, hogy minél kevesebb ember halljon meg, mikor eltalálják, mert ugyebár, hogyha így széthúzod, akkor nem hal meg olyan sok ember, ha eltalálja. És igen, most megint elkezd lőni, és itt vannak az íjászok is, a galhak vadászok. Hát, ezek nagyon-nagyon jó kis íjászok, nagyon erősek. Ja, rengeteg embert veszítettem már. Itt a hídon pedig, itt is van egy nagyon jó védekezésem. Itt semmi előzsatározó, nincs se egy katapult, én tettem volna ide is, de mindegy. Kettőt oda, kettőt ide. Ugyanúgy szintén íjászok is, és kettő íjász oda, kettő ide. Itt csak várom őket, hogyha például elkezdene támadni, akkor a pikások simán felfogják őket. Szóval a pikás ellen esélye sincsen. Itt az íjászok megint elkezdenek lőni, nagyon messze lőnek ezek az íjászok, és ahogy látom, elkezdek mindig beáldozni egy-két egységet, hogy kifogjanak a lőszerből. Amit nem szabad csinálni ilyenkor, hogy berakod őket pajzsfalba, mert ilyenkor nem lő az egység. Na lehet mindegy, ahogy látom, az egyik íjász egysége ilyen ki is fogyott, én pedig ugyebár miért neki használom azt, hogy kifogynak az íjászok, hogy elkezdenek lőni, azt egyesével előre küldöm a csapatokat, aztán hadd fogjanak a lőszerből, ahogy látjátok, már nem lő a katapultal, most már lő. Beraktam falangzba őket, nem tudom miért. És akkor az íjászokkal megint elkezd lőni, és így legalább fogyasztja a lőszert, és nem sokára kifogynak, mivel ez az íjász egység már kifogyott. Ezeknek sincs sok már hátra akkor. A katapultoknak halvány lám sincs mennyi lőszere van, nem is igazán érdekel, de egy idő után úgyis kifogynak. Lehet látni, hogy próbálkozok, hogy fogyassza a lőszert, és előre küldök mindig egy-egy egységet, aztán hadd fogyassza a lőszert. Hogy látjátok, kivette a pajzsfalból őket, és elkezdenek lőni az Oathsworn-nak is, tehát egy fene. Komoly FPS lag. Kialakult egy komoly csata a Royal Peltaszták és az Oathsworn-ok között. Tehát a Royal Peltasztákat legyőzik az Oathsworn-ok, mert erősebbek.
De azért elég jól feltartják a Royal Peltozták őket. Ezt lehet látni, hogy nagyon szép csatát vívnak. Ahogy látom, beküldi az íjászokat is. Nem hozzuk erősítést, látjátok pikásokat. Mert itt, hogyha elkapom őket pikásokkal, és sikerül ezt a helyet itt az enyém magamévá tenni, és így, hogyha a pikásokat föl tudom állítani így a sorba, akkor esélye sincsen, mert mindig előrébb és előre tudok nyomulni. És miután van annyi hely, hogy a katafraktokat hozzam, és a hátába kerüljek, akkor már végre is. Itt ráküldi az íjászokat az ezüst pajzsú pikásokra, aminek semmi értelme nincs, de hát ha már lőszeres, én csak akkor használjuk valamire. Ha megölnek egy embert, az is valami. Elkezd lőni a katapultokkal. Nem ide céloznák, hanem ide. Én ide céloztam volna. Az íjászokért úgy sem kár, és hogyha 2-3 találatot bevisznek az ezüst pajzsú pikásoknak, akkor az is jó. Hát a csávót elkapta, az meggyulladt. Itt pedig, itt már ráküldtem egy ezüst pajzsú pikásat. Egy ezüst pajzsú pikás képes lenne legyőzni ezeket itt teljesen. A legnagyobb hiba, amit elkövetett, hogy elhasználta ezt a képességet, ezt a fejvadász képességet. Ilyenkor az egységeknek nincs védekező képességük, semmi értelme nincs elhasználni. Nem jobb, mert hogyha lejár, vagyis hogyha elmúlik az a fejvadász képesség, akkor a védekező képességük nagyon szar lesz, és így könnyen meghalnak. És megint elkezd elpazarolni egy csomó lőszert. Wow, hello! Ez komoly. Igen, a Royal Peltoztákat halomra lövik. Júj, az a gyerek kapott, baszod, az kapott vagy 20 dáldát. Az tuti meghalt. Itt az íjászokat legyőzték, teljesen. Az egyik túlélte. Ez sikerült elfusson. És akkor itt látjátok, megint rájuk támadó, kaptak egy sorozat lövést. Szándékosan nem voltak falangzban, hogy így jobban felfogják a lövéseket, ha nem falangzban vannak. És hát ezt az egységet itt szétkapják az Oldsworn-ok, mert egyszerűen ennyi embert nem lehet feltartani 50 dárdával, de jön az erősítés, ami király dolog. Igen. Erősítés hátulról, és akkor már is van esélyük az előlévő egységeknek. Jó, mint látjátok, hogy mindig kijebb és kijebb vonulok, és mindig hozok egy-egy egységet, és akkor kezdem így fölvenni a pozíciót, amit akarok, és így mindig kijebb és kijebb szorítom valójában. Látjátok, most megint rárohamozott erre az egységre, de mindjárt küldöm ezt az egységet, hogy besegítsen, már is mennek. És kijebb szorítom az ellenséget. Van egy kis lőszere, de itt betalált pár egység. Azt nézzétek, melyik megölt a sajátjai közül. Nem volt jó ötlet lőni, mert ilyenkor már saját egységből is sokat megöl. Ez a pikás egység kezdi feladni. Talán még nem fut el. Jaj, itt pár találatot kaptak az én embereim is, de valahogy jobban bírják az lövéseket, mint az Oldsworn-ok. Talán azért, mert mikor beleesik a vízbe, olyankor már lelassul a lövedék, mivel vízbe ér, a víz lelassítja, és nem sebez akkorát. Szóval ez is jó kis trükk volt, ugye bár, hogy itt a vízbe harcoltam, és így a lövedék nem sebzett akkorát soha, mint kellett volna. Mondjuk itt már kijebb mentem. Ezeket meg, ezek látjátok, nem futottak el, erőrébb küldöm, de már nincs lőszere az Oldsworn-nak, ezért már jó, mert hiába állott egy helyben, akkor se fognak lőni. Itt meg várom, hogy az katapultosok kifogjanak, és innentről áthoztam jó pár egységet, pontosabban kettőt, csak kettőt, nem tudom. Itt pedig felállítottam egy ilyen védekező támadást, hogyha átkezdene jönni. Simán három egység megfogja ezt a 2-4-6-ot. Ó, még két egység is megfogná azt a 6-ot. És itt ránk támad, aminek semmi sikere nem lesz, mert a pikások megfogják az Oldsworn-okat. És az Oldsworn-ok valójában már kifogytak, szóval esélyük sincsen, mert már pilumot se tudnak dobigálni. És ha jól látom, a katapult kifogyott? Igen, kifogyott, azt hiszem. Általában, igen. Nem, ezeknek még van lőszerük itt. Ennek a csapatnak még van. Egy-két lövése van, és megint átküldök egy ezüst pajzsú pikást, hogy besegítsen ezeknek, és akkor mindig kijebb és kijebb nyomom őket. Addig még a lovasságot át tudom hozni, aztán a Hellenic katafraktot nem tudom, hogy melyik egység állítja meg, de
kíváncsi leszek rá, na mindegy. Itt pedig próbál a oldalba kerülni, de reagálok rá, és a pikásokat oda küldöm, hogy fogják meg a támadást. És megint indít egy rohammal, aminek semmi esélye nincsen az ezüstpajzsú pikással szemben, és akkor megint hozok egy csapatot, és kijebb és kijebb nyomulok, így legyőző őket, és ahogy látjátok, itt elkezdett átjönni. És megállt itt a híd elején, nem tudom miért, a tömörülnek az egységek, de én azt a csel csinálom meg, hogy előre küldöm a pikásokat, az le se tudnak jönni. Most kezdenek lejönni, oldalba kapják, egy az, plusz még ezek a pikások itt megállítják őket. Szóval esélye sincsen az Oathsworn-nak a pikával szemben. Ezt az egységet idehozom, hogy nagy véletlenül áttörjenek. Ja. Itt pedig egyelőre áll a harc, itt ide már nem koncentráltam. Tudtam, hogy védve vagyok, úgyse tudnak ezek már semmit csinálni ellenem. Esélyük sincs a pikával szemben. Itt ahogy látom, elkezd visszavonulni. De a visszavonulás miatt rengeteg katonát veszik. Pikások leszólnak egy csomót, ahogy látjátok. Esélye sincsen a visszavonulásra, nagyon nagy veszteség árán. Hát ja, ez így elég esélytelen. Esélye sincs az Oathsworn-nak, és itt megint elkezdődött a csata, de most már áthoztam meg egy pikás egységet, és most elkezd lőni, de szintén sok egységet eltalál a saját kék közül, szóval tök mindegy, hogy mi vagy nem lő, mert ugyanúgy megöli az enyémet is, de megöli a sajátját is. És amit látjátok, a pikások nagyon szépen feltartják az Oathsworn-okat. Az Oathsworn-nak esélye sincsen a pikással szemben. Ja, esélyük sincs. Nem hoztam egy előcsatározó egységet, sem tudtam, hogy meg lesz ezekkel is, mert ezek az ezüstpajzsú pikások a legjobb. Hát nem a legjobb egység, nem a legjobb pikás egység, de oda tartozik. És igen, kifogytak a katapultosok, beküldi őket is harcba, de hát na, egy katapultosnak nem sok esélye van egy ezüstpajzsúval szemben. Főleg nem akkor, ha erősítést is kap az egység, ugyebár. Igen, itt visszavonultak. Hát én kihasználom azt, hogy pikásaim vannak, és majd előre nyomulok, ha jól tudom. És így a falangban előre, aztán hiába támad ránk, én leszek a magaslaton, ő meg alól, szóval esélye sincs. És ahogy látom, megindítottam a Hellenic Katafraktot, hogy használjam el a képességeit, azt hiszem, és akkor úgy legyengítve az ellenséges egységeket. Ahogy látjátok, a balisztások kezdik is feladni, vagyis katapultosok. Itt pedig az Oathsworn-oknak ennyi pikával nincsen esélyük, és így mindig, ahogy mondtam, kijebb és kijebb szorítom őket, és sikerül bevessem a katafraktokat, és már jönnek is. Áthozott két egységet, a hadvezérét és még egy Oathsworn egységet innen a hittól, hogy segítse ezeket, de hát semmi értelme nincs. Ez már akkor verseny volt, mikor elkezdődött már, bocs, de egy Oathsworn-nak pikával szemben nincs esélye. Főleg, hogyha ugyanannyi Oathsworn-od van, mint nekem pikásom, akkor egyszerűen nincs esélye. Mert a pikás üti az Oathsworn. Jó, hogy oldalba kapja egy kicsit, de hát látjátok, hogy reagálok rá, és odaállítom az egységeimet, hogy védekezzenek, védje egyik a másikat. Itt pedig ezt a pikás egységet ráküldöm arra az Oathsworn csapatra, amit megfogja mind a kettőt. És igen, jönnek a Hellenic Katafraktok, amik eltiporják majd az ellenséget egy jó erős lovas rohammal, valahogy így. Bum! Kb. Így képzeltem én is. És ahogy látjátok, itt ez a csapat megfogja a hadvezéri csapatát, és le is győzi az Oathsworn-okat. Jó, az Oathsworn-ok nagyon erősek közelharcban, de a falangsz az csak falangsz, és üti a többit. Itt ahogy látjátok, tömeges feladás van, mert a katafraktok egy nagyon komoly rohamot vittek be. Mondjuk használtam ezt a rohamozási képességüket, és azért. Itt pedig kezdek áthatolni én is, megpróbálok én is menni, és ahogy mondtam, egyesével küldöm őket, és mindjárt megállítom, ha jól tudom. Ja, megállítom, felveszik a falangszot, ezeknek nem igazán sikerült, de majd hátulról segíti a másik, és
már küldöm is. És le a falanc, le a lancsával, és már esélye sincs az Oathsworn-nak. Amint látjátok, leszorítják őket a hídról. Visszavonul az ellenség, de én mindig kijebb és kijebb megyek, és fölveszek egy jó pozíciót. Amint látjátok, megint támad, én láttam, hogy támadott, ezért egyből megállt parancsoltam a katonáknak, és fölveszik a falancot szintén. Itt az egységei feladják, a hadvezérét pedig kb. Megöljük, mert egyszerűen ennyi ember ellen nincs esély. Főleg, hogy itt ez a sok katafrak, plusz még ez a sok pikás. Nagyon szépen mindig kijebb és kijebb szorítottam az ellenséget. Igaz, hogy itt jó sok veszteségem volt, ugyanúgy a szenős pajzsú pikások, és a kardosok és a royal peltasztákat be kellett, hogy áldozzam, de miután már innentről kijebb vonultunk, lehet látni, hogy csak Oathsworn halottak vannak legtöbb, és nincsen ezüst pajzs pikásból sok. Hogy látjátok ezeket a katafraktokat, mivel itt nem tudtam átküldeni, jövök innen. Igaz, nem sok értelme van, mert már így is nyertem, de miért ne, ugyebár. Itt pedig sikerült fölvenni a formációt, amit akartam, szóval sikerült átkelni, és a katonáknak, és a pikásoknak sikerült fölvenni a formációt. Itt egy nagyon komoly rohamot csinált az Oathsworn, ami megtört a pikásokat. Nagyon szépen bement közéjük, de nem gond, mert a katafraktok itt vannak, és a hadvezéri testőrségemet pedig ráküldöm ennek a csapatnak a hátába, és ahogy látjátok, azokat föl is adták, és most jön a lovasroham, és ennyi. Ja, meg is törnek, ahogy látom, feladja, ez a csapat még bír egy pár másodpercig, de föl fogják adni. Nagyon jó volt, nagyon jó kis csata volt, igen. Ennyi. Tanulság, pikások ellen nem jó játszani, csak akkor, hogyha pikásod van, vagy rengeteg jó sok előcsatározód és gyorsan mozgó egységeit, hogy kicselezd a pikásokat és ledárdázd, mert a pikást karddal közelharcban szemtől szemben nem igazán lehet ütni, csak egy pikás tudja, vagy egy csomó előcsatározós egység aztán besegít a kardforgatóknak, és akkor úgy legyőzhetik a pikásokat. Na hát, köszönöm a megtekintést, sziasztok!